A nyári időszak egyik jó hangulatú összejövetele idén jubilált. Szombat délelőtt egy autós felvonulással indították a napot a résztvevők. Lóczi Gábor társszervező kitért a Volkswagen cégcsoport által gyártott autók igen széles körére, amelyek a koncernparti lényegét adják. A névadó márkán kívül ide tartozik az Audi, a Seat, a Skoda, de még a Porsche, a Lamborghini és a Bentley is. Örömmel osztotta meg a társszervező, hogy milyen visszajelzéseket kap a résztvevőktől. Van olyan vendég, aki csak erre a találkozóra kér szabadságot, mert ő neki ez fontos, hogy ő itt legyen. Sok a visszajelzés, azért szeretik, mert családias a hangulat. Családias a hangulat, jó társaság, hallandó diskurzusokat, hogy nekünk még ezt kéne rajta az autón csinálni, nekem azt kéne csinálni, ebből az autóból csak egy van Magyarországon meg. Tehát, és nagyon jó látni, hogy barátságok szövődnek. A zöldház előtti réten a legkülönfélébb járművek sorakoztak. Takács Károly Kiskundorozsmáról érkezett, és már negyedik alkalommal vett részt ezen a rendezvényen. Megosztott a stábunkkal, hogy kocsija miért is számít ritkaságnak Magyarországon. És piros színű Jettán, ő egy egyedüli ebben az országban, ő egy Volkswagen Jetta Beach Zonder modell, az autó teljesen gyári, egy nagyon minimális ráfordítással oldtimer is lehetne az autó. Az ugyebár neki a különlegessége, hogy ez a szín, ami van rajta, ez a piros, illetőleg van egy adott szürke szín, aminek most a pontos színkódját nem tudom, illetőleg van még egy sima fehér szín, ez a három színben létezett ez az autó kiadva. Szintén már több éve látogat el a találkozóra Halász Lajos, aki Szentesről Volkswagen transporterével jött. A négykerekű sajátossága, hogy tulajdonosa alakította át. 1993-as T4, T4 is át van alakítva, ilyen hálószobára, minden, ha megyünk valamerre, akkor nem kell szállodába állni, meg vagy valami, úgyhogy minden rendelkezésre áll. A nap hátra levő részében többek között sort kerítettek autószépségversenyre, autólimbóra, hifi mérésre és még tombola sorsolásra is. A jubilomi eseményen megemlékeztek a Szegedi Audi Autós Klubnak tagjáról, jó barátjukról, Kaptás Gáborról, aki sajnos betegsége miatt a napokban hunyt el.